A 30. Santa Barbarai Nemzetközi Filmfesztiválon tartották az iráni Afshin Ghaffarian életéről szóló Sivatagi táncos című film észak-amerikai premierjét. Afshin Ghaffarian az életét kockáztatta, hogy megvalósítsa álmát, és táncos legyen Iránban, ahol ez szigorúan tiltott dolognak számít. A történet a 2009-es iráni elnökválasztás idején játszódik, amikor Afshin és barátai titokban megalakítottak egy táncegyüttest. Afshin, welcome to the Sava. Our country is like two parallel worlds. That is the one you see outside. A filmet az angol Richard Raymond rendezte, akinek ez az első játékfilmje. We are free. Nagyon sok levelet kapok, amelyben azt írják az emberek, hogy amiről forgattam, azt az ablakból látták, magyarázza a rendező. Volt, aki azt mesélte, hogy az ő barátja is úgy járt, mint Afshin. Üzeneteket kapok olyanoktól is, akik már nem Iránban élnek, hogy nyomás nehezedik rájuk, családjuk vagy az anyagi körülményeik miatt, és értik a film üzenetét. A Föld alatti tánccsoport egyik tagját Frida Pinto alakítja, akit a legtöbben a Gettó milliómos című filmből ismerhetnek. Az indiai származású hollywoodi színésznő keményen készült a táncos szerepre, fizikailag és lelkileg egyaránt. Amikor tükrökkel vagy körülvéve, mert egy balettteremben táncolsz, és tudod, hogy figyelnek, miközben tisztában vagy vele, hogy te nem vagy táncos, akkor arra gondolsz, hogy Istenem, milyen szörnyű lehetek. Egy kétballábas, idétlen figura. Egy év gyakorlás után azonban végül eljutottam arra a pontra, amikor már nem gyötröm magam ezekkel a gondolatokkal, meséli Frida Pinto. A jelenleg Párizsban élő Afshin Ghaffarian egyáltalán nem vett részt Richard Raymond rendezőfilmjének elkészítésében. A Santa Barbarai Filmfesztiválon, amelyen a Sivatagi táncos című drámát is bemutatták, összesen 197 filmet vetítenek, amelyből 23 világpremiér. A fesztivál február 7-én ér véget.